de abba az irányba, a másik pedig abba az irányba. Itt a zebránál, itt a Hunyadi utcánál lefele. Gyors eligazítás követte a kesztyűk és a zsákok átvételét, majd két csapatra osztva már indult is a Matthias Corvinus Kollégium TESZED akciója. A fiatalok szüleik és oktatóik a helyi Hunyadi utcai képzőközpont környékét tisztították meg az országos programsorozathoz csatlakozva. Hát eddig nagyon sok mindent találtunk, jól haladunk, egy negyed zsákkal már összeszedtünk mindenből, van zsákolt ruhánk is, van zsákba ruhánk, ilyen kis zsákba összeszedtünk, van ilyen sprés dobozunk, mindenféle tűzijátékot is találtunk már, és rengeteg a szemét, ennyit, ezt el tudom volna mondani, hogy rengeteg a szemét itt. A környezetszépítő kezdeményezéshez most közel 40-en csatlakoztak. A résztvevő gyerekek mindannyian a Matthias Corvinus Kollégium szekszárdi képzőközpontjába járnak. Ugye az MCC szerencsére bekapcsolt ebbe az országos szervezetbe, és hát szeretnék én is szeretet szedni, és így jótékonykodni a föld iránt. Az MCC szinte valamennyi képzési központja csatlakozott idén a TESZED akcióhoz. Itt Szekszárdon a fiatal tehetségprogramot megelőzően a diákok vállalták be azt, hogy a Hunyadi utca keleti, illetve nyugati része felől elindulva egy kisebb kört megyünk, és itt a környezetet megtisztítjuk az oda nem illő szeméttől. Az MCC szekszárdi képzőközpontjában már a kezdetek óta nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a környezetüket szebbé tegyék. Két évvel ezelőtt éppen ezért költöztek be az akkor még lelakott Hunyadi utcai ingatlanjukba, amit aztán felújítottak. A szekszárdiak számára ismert volt az ingatlannak a környezete. Szemetes volt, koszos volt, hajléktalanok tanyáztak a környékén. Ezt a mai napra, illetve mostani időszakra sikerült már úgy gondolom, hogy elég méltó módon rendbe tenni. A szemétszedés végén a szervezők üdítővel és péksüteménnyel várták a programon résztvevőket.